Tizedik alkalommal tartottak nemzetközi PhD-DLA szimpóziumot a pollákon, fórumot biztosítva mérnök, építész és információs technológiai területeken doktori képzésben résztvevőknek, hogy professzoraikkal együtt bemutassák aktuális doktori munkáikat, eredményeiket. 10-nél több országból most először Kínából is érkeztek előadók, akik a pollák periodikában is publikálhatnak. A kar célkitűzése a programsorozat továbbfejlesztése a jövőben. Amire már vannak törekvések, sőt, tulajdonképpen konkrétokról is be tudok számolni, az pedig az lenne, hogyha ezek a különböző doktori iskolák, doktoranduszok és professzorok közös kutatásokat tudnának végezni. Ez most olyan értelemben megvalósul, hogy egy koszovói egyetemnek a hallgatói, illetve fiatal oktatói, a mi doktori képzésünkben, az építőművész képzésünkben vesznek részt idén szeptembertől. Ez valószínűsíthetően közös tudományos munkához fog vezetni. A cél az lenne, hogy ezt a többi építőmérnök, villamosmérnök, gépész és az informatika területén is megvalósítsuk. A konferencián Iványi Miklósra, a kar nemrég elhunyt professzorára, a szimpózium ötletadójára is visszaemlékeztek. Az előadók között volt olyan, már oktató kolléga is, aki korábban hallgatóként, most saját kutatócsoportjával vett részt a programon. Gyakorlatilag egy olyan témakörrel foglalkozunk, amiben a tudományos kutatás Magyarországon valószínűleg elsőként kezdtük el. Ez az épületinformációs modellezéshez kötődik. Ez a technológia segíteni próbál a magyarországi kivitelezés minőségén, javítani rajta. Az ütemezések, a költségvetések és a minőség biztosítását előtérbe helyezve. A pollákon 2010 óta végeznek kutatásokat a technológia magyarországi alkalmazásával kapcsolatban. A mostani konferencián többek között az épületinformációs modellekben tárolt információ hosszú távú megőrzésének lehetőségeit is bemutatták a szakemberek.